a fiatalok munkavállalási lehetőségeiről lesz szó. Frissen végzettek, egyetemi hallgatók, pályakezdők és az idősebb korosztály számára is szervez állásbőrzét a Kolozsvári Magyar Diákszövetség e-karrier irodája, amelynek egyébként folyamatos szolgáltatásai is vannak, működnek. Kollégáink a helyszínen érdeklődtek tevékenységeikről, és a téma kapcsán vendégünk lesz Fugel Edina, az e-karrier iroda vezetője. A KMDS karrier iroda már több mint két éve fejti ki tevékenységét Kolozsváron. Több mint 400 diáknak nyújtottunk segítséget eddig. Szakmai gyakorlatot biztosítunk a diákoknak, az egyetemista hallgatóknak, pályaorientációs képzéseket szervezünk a középiskolásoknak, és ugyanakkor műhelyeket tartunk az egyetemistáknak. Ezek a rendezvények a KMDS irodában zajlanak többségben, ugyanakkor a liceumokban, a gimnáziumokban is. Ugye mivel foglalkozom? Hát én képzéseket, illetve műhelyeket szervezek az egyetemistáknak. Ezek a műhelyek inkább a karrier tanácsadás, karrier tervezésre alapulnak. Olyan témákat dolgozunk fel, mint például a kommunikációs technikák, konfliktuskezelés, interjú szimulációkat szervezünk az egyetemistáknak, és mindenképp külső szakembereket hívunk meg ezekre a műhelyekre. Tegnap is az időgazdálkodás műhelyünkön túljelentkezés volt, tehát 34 diák jött el, és annak ellenére, hogy ugye be is kell fizetni, ezekre a műhelyekre mégis jelentkeznek az egyetemisták. Pszichológus és pályaválasztási tanácsadó vagyok, a KMDS karrierirodával közreműködök. Tavaly év folyamán pályaválasztási tanácsadást tartottunk középiskolásoknak, és műhelyt, önismereti és termékeny életpálya műhelyt egyetemistáknak. Hogyan zajlik egy ilyen tanácsadás? Tavaly a középiskolásoknak csoportos pályaválasztási tanácsadás volt, tehát ez 6 alkalom volt, hetente egy óra, osztályfőnöki óra keretén belül zajlott. Ekkor feltérképezzük a diákok érdeklődési köréit, képességeit, vágyaikat, motivációikat, és ennek megfelelően próbáljuk megnézni, hogy melyek azok a pályák, melyek azok a szakmák, melyek vágyaiknak, képességeiknek megfelelne. Hogyan kerül kapcsolatba egy fiatal ezzel a tanácsadási rendszerrel? Én személy szerint Fugel Edina barátnőmtől hallottam erről az egészről, de utána Facebookon is elkezdték reklámozni, illetve a KMDS oldalán, és kíváncsiságból elmentünk az elsőre, és nagyon-nagyon megtetszett ez az egész előadás sorozat, hiszen olyan témákat tárgyalnak ezek az önképzőkörök képzések, amelyekről az iskolában nem hall az ember, az egyetemen nem tanítanak róla, pedig nagyon-nagyon fontos kérdéseket tárgyalnak, mint például hogyan kell felöltözni egy interjúra, hogyan kell egy sikeres CV-t vagy egy motivációs levelet írni, hogyan osszuk be az időnket, hogy mindenre jusson időnk, amit igazán szeretnénk, hogy egyszerűen hogy készítsünk el egy sikeres előadás projektet. Eddig nekem is egy ilyen sematikus Európás CV-m volt, és rájöttem, hogy ez egy munkaadónak nem jelent igazán semmit, egy másikat kell írnom egy más formátumban, hogy feldobjam, észrevehetővé tegyem a dolgozatomat, vagy a motivációs levelet, vagy a CV-met, hogy észrevegye a munkáltató, és így több esélyem legyen munkát keresni, munkát kapni, tudom, hogy hogyan kell felöltözzek, hogy megfogjam a munkaadóm személyt, és hogyan írjak például egy sikeres licenc dolgozatot. Kedves nézőink, ahogy már mondtam, ennek a témának a kapcsán meghívottunk a stúdióban Fugel Edina, a KMDS e-karrier irodájának a vezetője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Van velünk. Tulajdonképpen egy rendezvény az apropója annak, hogy itt most beszélgetünk és hogy találkoztunk. Milyen rendezvényről van szó, hol és mikor történik, és mi a célja? Ez egy állásbörze. A Job Hunting Day nevezetű állásbörze. Tudom, hogy mutathatom akkor ezt, ugye? Ez a, igen, ez a beharangozója. Igen. November 20-án lesz a Diákművelődési Házban, az első emeleti teremben, a Transzilvánia teremben, és egész nap várjuk az érdeklődőket, vagyis reggel 10-től délután 18 óráig.
Vannak társszervezők is, ugye? Tehát nem egyedül a KMDS karrier irodája szervezi. Igen, a Kárpátia Magyar Román Kereskedelmi és Iparkamara az egyik legfőbb partnerünk. Emellett csatlakozott a rendezvényhez a Kolozs megyei munkaügyi hivatal, és a szakmaiságot még biztosítja egy HR tanácsadó cég is. Nem tudom, hogy ilyenkor meg lehet-e jósolni előre, hogy milyen állás lehetőségekre van kilátás. Önök már tudják, hogy kik fognak ott, tehát bejelentkeznek azok is, akik állást ajánlanak, gondolom. Igen, természetesen. Hát nagyjából 2 hete gyűjtjük a cégeket, bő 2 hete, és már van egy egész jó adatbázisunk, akik el fognak jönni. Közel 20 cég lesz jelen, és több mint 100 ajánlattal jelennek ők meg. Lehet tudni, hogy milyen álláshirdetések lesznek. Nagyon sok van például a számítástechnikai területen, vagy a mérnököknek lesz sok ajánlat, de a diplomás munkaajánlatok mellett még várnak szakembereket is. Lakatosokat, varrónőket, igen. Na most a korhatár, bárki oda mehet. Én azt mondtam, hogy frissen végzettek egyetemi hallgatók, pályakezdők és idősebb korosztály is. Tehát bárki tulajdonképpen elmehet, ugye, és érdeklődhet. Igen. Hát lévén, hogy KMDS karrierirodaként vagyunk mi ebbe a projektbe, nekünk a legfőbb célcsoportunk a diákok és a frissen végzettek. De emellett természetesen mindenkinek szeretnénk segíteni. És nem határoztunk meg egy ilyen korlátozást, hogy most kinek szervezzük a rendezvényt. Jöjjenek az emberek, és próbáljanak szerencsét. Visszakapcsolnék ahhoz, amit mondott az előbb, hogy szakmunkásokat is keresnek, ami számomra egy nagyon, hát mondjam úgy, nekem személyesen egy ilyen örömteli újdonság, hogy most már nem csak magasfokú végzettséggel rendelkező embereket keresnek, hanem már szakmunkásokat is. Biztos, hogy szükség van rájuk, nem? Ezt megelőzően is voltak ilyen lehetőségek? Nálunk konkrétan nem. Hozzánk ezek a hirdetések nagyon-nagyon ritkán jutnak el. De más állásbőrzéken volt még hasonló, úgyhogy ez nem egy egyszeri alkalom. Rövid az időnk, és akkor arra kérném, hogy közösen beszélgessünk egy kicsit arról is, hogy ez a KMDS karrier iroda tulajdonképpen már 2 éve, vagy talán több mint két éve működik. Igen. Gondolom, hogy ez arról szól többek között, nem? Hogy még megmutatnék egy ilyen, de legyen szíves, beszéljen ön róla. Ez az útra való végzősöknek kiadványunk, és hasznos tippeket próbálunk összeszedni, és a ballagáson pedig kiosztjuk a végzős diákoknak. Ez az egyik dolog, amit kínálunk nekik. Emellett számos más szolgáltatást nyújtunk. Folyamatos tanácsadással állunk a rendelkezésükre, karriertanácsadás, önéletrajzírás, hogy kell felkészülni egy interjúra. Tartunk interjúszimulációt is, és ezek mellett pedig műhely sorozatot indítottunk a diákoknak, illetve az érdeklődőknek. Egy 9 tematikás sorozat ez, és már túl vagyunk sikeresen a 3. rendezvényünkön, ilyen műhely munkánkon. Ma a következő az a kommunikációs technikákról fog szólni. Én úgy tudom, hogy a képernyőkön látható az a cím, ahol önök elérhetők. Igen. Egy webcím. Vegyük egy kicsit sorba, önéletrajz tanácsadás. Hát ezt valahogy úgy venné az ember, hogy hát ez olyan egyszerű. Veszem, mit tudom én, egyet elemi iskolás koromtól, és aztán felsorolom, hogy én mit tanultam, mit végeztem, és ez egy egyszerű dolog. Ennek is már van, hogy is mondjam, metodikája? Módszertana? Hát, mindenki azt hiszi, hogy tud önéletrajzot írni, de sajnos nem így van. És nagyon, nagyon vigyázni kell, hogy a legrelevánsabb információk legyenek benne. Hát gondoljuk bele, hogy a mai világban hát egy 400-500 jelentkező egy állásra ez minimum. És valamivel keltsük az érdeklődését annak a munkaadónak. Az a helyzet, hogyha egy sematikus önéletrajzot nyújtunk be, semmivel sem leszünk többen, mint a többi 499. Igen. És ezért fontos, hogy átgondoljuk, és valamivel feldobjuk azt az önéletrajzot. Igen. És ugye nekünk, akikkel mi leginkább foglalkozunk, ugye pályakezdők, és ők, igen, a legnagyobb bajban vannak, hogy most milyen tapasztalatot írhatnak az önéletrajzba. És ezért kell segítsünk nekik, hogy a legjobbat ki tudják hozni magukból. És így állunk mellettük. Azt mondtam, hogy nagyon rövid az időnk, és valóban, mert el is szaladt az adásidőnknek, erre a beszélgetésre fenntartott percei elszaladtak. Még egyszer mondjuk el akkor, hogy a rendezvényre mikor és hol kerül sor, és aztán
úgy búcsúzunk el, hogy remélhetőleg még beszélgettünk bővebben is erről a témáról. Jó. Tehát november 20-án, jövő kedden, igen, 10 órától 18 óráig a Diákművelődési Házban. Az első emeleti terembe. Igen, a Transzilvánia terem ez. Remélem, hogy nagyon sokan hallották. Köszönöm szépen Fugel Hedinának, az E-Karrier Iroda, a KMDS E-Karrier Iroda vezetőjének, hogy itt volt és válaszolta a kérdésekre, és tényleg akkor búcsúzunk el úgy, hogy remélhetőleg egy hosszabb beszélgetésre érem, találkozunk. Köszönöm szépen.